A Körmenden lejátszott megyei kosárlabdarangadó első periódusa a várakozásoknak megfelelően szorosan alakult, a harmadik percben 7-7-re álltak a küzdőfelek. Ezt követően azonban elléptek a hazaiak, akik a hetedik percben már több mint 10 ponttal jártak előrébb. A Falko viszont nem hagyta magát és a nyitónegyed végére fordított. 26-24-re vezettek a dudaszó pillanatában a sárga-feketék. A második etapban pedig még növelték is előnyüket a szombathelyek, akik a nagyszünetig 8 ponttal léptek el. Térfélcserét követően a körmendiek mindent megpróbáltak a felzárkózás érdekében, de ezzel csupán azt érték el, hogy jelentős mértékben nem nőtt tovább a hátrányuk. A 72-63-as Falko vezetésről kezdődő záronegyedben azonban a szombathelyek nagyon hamar döntésre vitték a dolgot, és végül teljesen megérdemelten 95-78-ra győzni tudtak a megyei riválisok otthonában. Gratulálok a saját csapatunk, gratulálok a szurkolótábor, nagyon-nagyon jó volt a mérkőzés. Utolsó meccsek jó forma voltunk, Alba-Fehérváron volt nálunk a meccs, és ott is jól játszottunk, most boldog vagyok, azért jön az eredmény a Körmend elleni, a Körmend pálya. A Falko idegenbeli sikerének köszönhetően feljött a tabella második helyére. Persze ehhez az is kellett, hogy az Alba-Fehérvár kikapjon Szolnokon. A sárga-feketék legközelebb április 25-én szerdán lépnek pályára bajnoki mérkőzésen, amikor 18 órakor az éllovas Tiszapartiakat fogadják az Aréna Szaváriában.